Szeretettel köszöntöm Önöket! Mai vendégem, példaképem Nemes János, Gandhi Gimnázium munkatársa. Szia János, üdvözöllek! Szervusz! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én köszönöm. Bár leginkább Tolna megyei vendégeket szoktunk hívni, de a te esetedben kiterjesztettük ezt a hatáskört a Dél-Dunántúlra, mert nagyon fontos a te szereped itt a Dél-Dunántúlon. Leginkább most éppen azért aktuális, mert hogy a Gandhi Gimnázium munkatársa vagy, de dolgoztál egyébként Tolna megyében is. Igen. Első generációs értelmiségi vagy, egy diplomás ember vagy. Én szeretnélek arra megkérni, hogy a családi gyökereidről beszélj egy kicsit, és arról a körről, ahonnan te kisgyermekkorodban kiindultál, és hogy mennyire volt egyértelmű az, hogy te értelmiségi ember leszel. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon megtisztelve érzem magamat, hogy itt lehetek. Én 73-ban születtem Komlón, az egy Baranya megyei település, és cigánytelepen nőttünk föl. Édesanyám fiatalon szült meg, még nem töltötte be a 16-ot, amikor megszülettem. Tehát ez egy jellemző volt akkoriban. Sajnos. Egyrészt sajnos, másrészt nem. És az, hogy én itt lehetek, annak köszönhetem. Hát a nagyszüleim neveltek föl, mert nagyon korán, egy hónapos korom óta nem éltek együtt a szüleim. Édesapámmal így próbáltam tartani kapcsolatot, de nem tudtuk. Tehát igazából nem volt mélyebb kapcsolat közöttünk. És hát egy olyan cigánytelepen nőttem föl, ahol a víz is egy ilyen közkutról kellett hordani. Magunk nagyszüleim által épített házakban, házikokban, kagyibákban éltünk. És hát úgy volt a telep elrendeződése is, hogy a vigák szerint, tehát hogy a nagyobb családok szerint éltünk, és hát hogy gyakorlatilag mindenki vigyázott mindenkinek a gyermekére, mert hogy rokon volt. Úgyhogy, hát az általános, nem is, inkább így az óvodánál kezdeném, hogy hát én a beás cigány családban nőttem föl, és tehát a nyelvet is csak a beás tudtam, és amikor elvittek az óvodába, akkor nem értettem a magyart. Tehát akkor a nagyszüleid ezek szerint nap mint nap használták az anyanyelvet? Így van. Tehát, hogy ővelük, tehát illetve most már csak a nagymamámmal tudom, de csak cigányul beszélünk. Nagyon kevés az a magyar szó, amit egymás között beszélünk, csak akkor, hogyha valaki nem érti, akkor beszélünk magyarul. És milyen végzettségi mutatókról tudsz beszámolni? Tehát, hogy ha azt mondjuk, hogy most a diplomás vagy, az mekkora dobbantás volt az akkori végzettséget illetően, ami a telepre volt jellemző? Hát a telepen később sokan lettünk diplomások, mert volt olyan is, aki a Gandhiban is tanított utána. Tehát úgy a nagyszüleimnek az iskolai végzettségét, nagymamám az írástudatlan, tehát nem is volt osztálya sem. Nagypapámnak volt 6 osztálya, tudom, ő írni, olvasni tudott, bányában dolgozott. A nagybátyáimnak szakmája lett már, illetve a kisebbik nagybátyámnak együtt érettségiztünk levelező tagozaton. Én szakmaképzés felé fordultam 8 osztály után, és asztalos szakmát végeztem el, a Pécset az 508-asban. Sokáig ebben is dolgoztam, aztán hát maga úgy kezdődött ez az egész, hogy a továbbtanulási szándék, mert én úgy gondoltam, hogy egy szakmával, kétkezi munkával elhelyezkedve meg tudom keresni azt a kenyérre valót, amire szüksége van, lesz majd a családomnak. És hát sokáig ez így is volt, aztán utána, amikor Komlón a 90-es évek közepétől jellemzően leépült a bánya, a művelés, és hát én egy olyan cégnél dolgoztam, ahol konkrétan a bányának a kiszolgálása folyt,
és hát hogy az elsők között voltam, akik belekerültem a leépítésbe, és akkor hát ugye el kellett gondolkodni, hogy hogyan tovább, mert hogy felvenni akkoriban még a munkaerő piaci helyzet az volt, hogy nem nagyon vettek föl, tehát túl kínálat volt az asztal szakmából is. És egész idáig, hogy a szakmunkásig eljutottál, illetve a munkaerőpiac első állomásáig, milyen mérföldkövek voltak, akik mondjuk tudtak segíteni, tehát voltak olyan tanárok, emberek, akik tudtak téged motiválni, vagy a család attól függetlenül, hogy mondjuk nem volt túlképzett, de esetleg fontosnak tartotta, hogy tanulj? Mindig az egyik nagybátyámat helyezték elém, mert hogy ő neki nagyon jó feje van, és én azt mondom, hogy családban talán a leginkább az, akinek a tudása megvan. És hát, hogy én szerettem volna egy kicsit így az ő nyomdokain haladni. Aztán második osztályban ugyanaz a tanárom volt általánosban, akinek is, és ő volt az, aki egy kicsit így engem is arra felé motivált, hogy a könyvek, mint olyan, legyen elsődlegesen is ne a balhék, illetve a más olyan dolgok. Én azt az embert, ő volt az első mérföldkő így az életemben, aki segített elindulni egy úton. Aztán utána általános iskolában sajnos miután első két osztály az egy cigánytelepen volt, tehát a Kossuth-aknai cigánytelepen. Aztán utána harmadik osztályból kerültünk be a Kökönyös iskolába, mert hogy két osztályos volt csak az iskola. És akkor a harmadik osztálytól kaptunk olyan osztályfőnöket, aki érezhető az, hogy nem szeretett minket, és akkor ez így finoman is fogalmazok. Tehát a minket alatt mondjuk esetleg a cigányokat? Tehát voltak fajjelölt életei? Voltak. Az addig folyékonyan beszélő cigány gyerekeket, tehát cigány nyelven beszélő cigány gyerekeket így próbáltak minket erőltetve az, hogy ne használjuk azt a nyelvünket, megszégyenítettek. Sőt, volt olyan, hogy büntetésbe is raktak, mert hogy mi egymás között használtuk a nyelvünket, és hát hogy volt tanár, aki nem értette, és azt hitte, hogy őróla beszélünk, holott nem. Aztán hát úgy éreztük, hogy ez a nyelv nem annyira értékes, és hát nem is használtuk. Én nagyon sokáig nem használtam a Beárs cigány nyelvet. Ennek a története már, hogy mikortól kezdtem megint tudatosan és szándékosan használni, amikor így öntudatomra ébredtem arra, hogy főiskolán voltam már, egy szemináriumi órák keretén belül megkérdezték, hogy ki miből megy nyelvvizsgázni. És hát én már angol középfokúra voltam felkészülve, és hát én csak így azt mondtam, hogy hát a Beárs cigányból szeretném. És hát, hogy akkor az egyik osztálytársam mondta, de hát az a te anyanyelved. Hát mondtam, igen, de az az én anyanyelvem, de akkor is lehet, most már elfogadják, és hálaiknak, annáiknak köszönhetően most már teljes értékű nyelvvizsgának is számít. És akkor így láttam, hogy több osztálytársnak így kiütődik az a döbbenet az arcukon, hogy most akkor hogy én a könnyebbik megoldást választom. Én meg erre mondtam nekik, hogy jó, hát akkor kérek szépen akkor egy magyar nyelvből egy felsőfokút, mert hát ugye az az anyanyelvem, akkor magyar az nem az anyanyelvem, és hát hogy még az irodalmi nyelvüket is tudom. És akkor hát hogy az még inkább kiverte ott a biztosítékot, és akkor eldöntöttem, hogy már csak azért is. És akkor így mentem el nyelvvizsgázni a Beárs cigányból, hogy itt nem bánok, mert akkor ismerkedtem meg Annával, akkor találkoztam a tanszéken először vele. Nagyon sokszor találkoztam azzal a problémával, hogy mondjuk szakmunkásképző ideje alatt is, hogy kicsit minket másképpen kezeltek, nem az értékünkön. Sok nehézséget gördítettek elénk. Voltak, én nagyon szerettem fizikát mai napig is, és fizika versenyre való felkészülésben hát nem engem vittek el a versenyre,
és úgy, hogy az, aki országos harmadik lett, azt olyan kín a táblánál legyőztem egy ilyen feladat. Tehát, hogy de hogy ő is mekkora ember volt, és hát, hogy ő volt az, aki mondta, hogy de miért nem a János viszik? Mert hogy ha ő jobb nálam, akkor ő most nem a harmadik lett volna. Igen. Tehát ez egy kicsit ilyen, viszont találkoztam rengeteg olyan emberrel az életem során, aki nem cigány, és szexárthoz kötődően annyit tudnék elmondani, hogy én kollégistaként a Gáborral együtt, Laták Gáborral együtt voltam szobatársa, és hát, hogy ő volt a legjobb barátom, és azóta sincsen ekkora ember, sajnos már nincsen közöttünk. Tehát sokszor találkoztam egyik oldal, másik oldal, tehát ebből adódott az, hogy sok jót, sok rosszat is kaptam, de... És a szakmunkás évek után hogyan fordult el tulajdonképpen a egyrészről a felsőoktatás fele, vagy hát még esetleg azt megelőzően az érettségi fele, és hogyan jött az életedbe az a szociális szféra, mert úgy tudom, hogy ugye szociális munkás végzettséged van, hogy hogyan jött a felsőoktatás, illetve hát a szociális terület az életedbe? Hát ott kezdődött, hogy amikor a bányák bezárásra kerültek Komlón, az a cég is felszámolásra került, és hát én szerettem volna, munkanélkülivé válva, szerettem volna ECDL vizsgát, mert hogy a számítástechnika engem mindig érdekelt, szerettem, és hát szerettem volna azt a vizsgát letenni, és hát mivel nem volt érettségim, akkor azt mondták, hogy sajnos ezt nem támogatja a munkahelyi kirendeltség, hát akkor elmentem megszerezni az érettségit. Az alatt, az idő alatt maszek asztalosoknál dolgoztam, bejelentve bejelentés nélkül, szürkén. Szóval kihúztam azt a 4 évet, és az volt a célom, hogy informatikus mérnök legyek, akkor már nem az ECDL, hanem a informatikus mérnöki szak. Ami el is indult, Gábor Dénes főiskolára fel is vettek, ugye az egy fizetős főiskola, sikerült is összeszednem egy kis pénzt, ami akkor még egy fél év 120 ezer forint volt. Oktatási minisztériumnál is volt egy roma fiatalokat segítő pályázat, amit az első fél évben megnyertem, a második fél évben pedig elutasítottak. És mégpedig egy technikai malőr történt, hogy a minisztérium és az iskolám között történő levelezés, mert ugye a két intézménynek kellett volna leveleznie, és hát csak annyi nem szerepelt, hogy igazolta az iskola, hogy a főiskolának a hallgatója vagyok, és ráadásul még 4 fölötti átlaggal meg is nyertem az ösztöndíjukat, de az nem volt benne hogy mennyi a fél éves tandíjam. És formai okokra való hivatkozással, pótlás nélkül elutasították a következő fél évre való pályázatomat, és ott álltam, hogy nem tudtam folytatni. Akkor a Komlói Családsegítő Szolgálatnál dolgoztam asszisztensként, és az akkori kollégáim segítettek, hogy hát mondták, hogy hát de annyira most már így belecsöppentél a szociális szférába, és talán jól is megy, empatikus, tehát ami a szociális munkához szükséges készségek, azok a rendelkezem. Miért nem megyek el inkább főiskolára? Akkor egy pótfelvételivel, a Pécsi Tudományi Egyetemnek a pótfelvételivel kerültem be a szociális munkás képzésre, de hát akkor még akkor jött a meglepetés, hogy hát az nem is Pécsen van, hanem Szombathelyen. Ott van a kihelyezett kar. De akkor még, amikor felvettek, felvételi beszélgetés volt, és akkor még 120 pont volt a bekerülési határ, és én 120 ponttal be is kerültem, mert egy ilyen felvételi beszélgetés során szereztem meg ezeket a pontokat. És hát még akkor még nem voltam benne biztos, hogy el tudom kezdeni, mert hát munkanélküli is voltam, mert ott csak közfoglalkoztatott voltam,
akkor még közhasznúként voltam ott a komoly család segítőben, és nem is hosszabbították meg a szerződésemet, mert úgy, hogy ez a program az csak mindig újabb és újabb emberek bevonását támogatta. És akkor még nem tudtam, hogy mi lesz. És jött a szerencsém, hogy amikor én így, hogy nem tudtam még, hogy hol fogok dolgozni, szeptemberben mégis elindultam. És akkor találkoztam egy emberrel, egy osztálytársammal, aki a Pécsi Családsegítő Szolgálatban dolgozott, de őt már akkor felvették a Szombathelyibe, mert költözött. Oda költözött, és hát ő ajánlotta, hogy a Pécsre adjam be a pályázatomat. Hát nagyon kicsi esélyem volt, hogy felvesznek, mert 14-en pályáztunk egy helyre, és hát bekerültem a második körbe is, mert akkor már a 7-ben voltam benne, akkor már gondoltam, hogy hát akkor 7 olyan szociális munkás végzett embert már sikerült megelőznem, akiknek már így megvan hozzá végzettségük, akkor már van valami esélyem talán, és lett, felvettek. Tehát, hogy amikor kérdeztem, hogy miért engem vettek föl, mert a későbbi kollégáim vettek föl, mondták, hogy úgy érezték, hogy szükségük van rám. Úgyhogy egy jó emberekkel, jó időben, jó helyen találkoztam. És akkor felvettek engem, és akkor 2002-ben és 2006-ban végeztem a Szombathelyi Főiskolán. Jeles végzettséggel. Ketten voltunk az egész karon cigány származásúak. Tehát nem volt jellemző az, hogy cigányok főiskolára kerülnek. És amikor így volt olyan általános iskolai tanárom, akivel így összefutottam, és hát mondta, hogy hát nem gondolta volna, hogy belőlem valamikor is főiskolai végzett ember leszek diplomával. Hát mondtam neki, hogy teher alatt nő a pálma, és nem biztos, hogy tehát a szándékai, az én szándékaimmal találkoztak. Az időnk az nagyon halad, és mi nagyon sok olyan dologról nem tudtunk beszélni, ahol dolgoztál. Többek között úgy tudom, hogy dolgoztál a büntetés végrehajtásban is, projekt keretében. Azonban, mivel az idő rövid, ezért beszéljünk most a Gandhi Gimnáziumban betöltött szerepedről, Gandhi Gimnázium céljairól, és ezt követően pedig egy üzenettel búcsúzunk a nézőktől, amit te fogsz itt hagyni nekünk, amit te tudnál javasolni a bennünket néző embereknek, fiataloknak, romáknak, nem romáknak, az akkor Gandhi Gimnázium. Hát a büntetés végrehajtásban dolgoztam egy évig, és ez egy projekt volt, amikor lejárt a projekt, akkor hát így már előtte kerestük a lehetőséget, és én már nagyon régóta szerettem volna a Gandhi Gimnáziumban valamilyen szerepet vállalni, mert maga az a cél, hogy cigány értelmiségi réteget kinevelni, és azokat az akadályokat, amikkel még mi megküzdöttünk annak idején, ez az iskola próbálja elhárítani. És hát egy szerencsém volt, mert hogy egy ilyen beiskolázási munkatársként felvettek, beiskolázásért felelős, és 2015. február 2-ával kezdtem. Ami az iskolának a fő profilja, ugye a gimnáziumként érettségit adó intézmény, de az Arany János kollégiumi program az, amelyik nagyon nagy segítséget tud nyújtani azoknak a családoknak, akiknél sajnos ilyen hátrányos helyzetből érkezve nem biztos, hogy meg tudnák finanszírozni azokat a iskolákat, ahol tovább tudnának tanulni. Inkább ezért sokszor a helyi iskolát azért választják, így akkor nem kell kollégiumot fizetni, nem kell az étkezését, bejárását fizetni, tehát csak a bejárását kell fizetni, sőt nagyon sok esetben még azok az iskolák, hogy hiány szakmákról van szó, még tudják is támogatni. De hát akkor már ezzel is el van vágva egy olyan lehetőségtől, hogy maga az érettségi. És jelenleg a gimnázium az, amelyiknek az egyik, sőt a legnagyobb feladata az, hogy főiskolára, egyetemre tudjuk elküldeni a diákjainkat. Természetesen tudom azt, hogy ez így kicsit néha elszakad attól a mostani valóságtól, de hát ugye az álmok azok fontosak, hogy főiskolára kerüljenek a gyerekeink,
De... És akkor tudom, nagyon sok támogatásban részesíti a Gandhi a gyerekeket, akár szociális jellegű bérlet, kollégiumi támogatás. Hát ingyenes a kollégium, ingyenes az étkezés, ingyenes a hazautazás is. Van olyan diákunk, aki nagyon messziről érkezik hozzánk, és egy oda-vissza út az ilyen 8000 forint. És valamikor négyszer is, vagy ötször is megteszi ezt az utat hétvégenként, és ezt a kollégiumunk fizeti, tehát a Gandhi Gimnázium fizeti nagyon ki. Nagyon sok támogatás. Az Arany János kollégiumi programból, illetve a nyelvvizsgát, a jogosítványszerzést, ösztöndíjat tud szerezni a diák. Tehát ezeket a támogatásokat másik iskolában nem, hogy meg, nem kapná meg, tehát nem kapná meg, hanem még van olyan iskola, ahol fizetni is kéne ezekért. És ezeket tudjuk, hogy a mi családjaink, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve hát valamilyen hátrányos helyzetet kap, tehát hátrányos szociális papírja van, nem fogják tudni megfinanszírozni, és ezért inkább azokat az iskolákat részesítik előnybe, ami ott van közelben, és hogyha még ösztöndíjat is kapnak, igaz, hogy lehet, hogy abban nem fog tudni elhelyezkedni soha, de akkor is azt fogják választani, mert 16 éves koráig tankötelezett a gyerek. Tehát romák, nem romák egyesen járnak hozzátok. Igen. Úgy tudom, hogy nagyon sok felnőtt, sőt, az utóbbi időben rengeteg idős ember is beiratkozik az esti és levelezős programjaitokra. Igen. Tehát nagyon sok idős ember szerzi meg, aki a roma érdekképviseletben dolgozik. Nagyon sokan elmennek hozzátok tanulni, akár idős emberként is, igen, ezt hallottam. És azt is, hogy te szociális munkásként is funkcionálsz ebben a körben. Igen. A munkám során nagyon sok roma nemzetiségi önkormányzattal, cigány nemzetiségi önkormányzattal vettem fel a kapcsolatot, illetve személyes jó kapcsolatok alapján mondhatom azt, hogy sokszor rajtuk keresztül tudom elérni a családokat. Családjainkkal tegező viszonyban is vagyok, mert hogy nagyon sok esetben van, amikor hétvégén is csörög a telefonom, hogy János, nem tudunk bejönni, vagy bármilyen probléma adódik, akkor azért jelzik ezt felém is. Főleg az első időszakban, addig, amíg mondjuk már nem tudják, hogy ki az a nevelő, akihez elsősorban hozzá tudnak fordulni. De hogy igen, a cigány kisebbségi önkormányzatoknak nagyon nagy szerepe van az én munkámban. És főleg a Tolna megyeiekkel, Somogy megyeiekkel nagyon jó kapcsolatot kialakítva találom már meg azokat a diákokat nappali tagozatra, és nagyon sok esetben maga a roma nemzetiségi önkormányzat köréből is jelentkeznek hozzánk, hogy akkor szeretnék megszerezni 3 év alatt a levelező tagozatunkon a érettségit, és hát veszik az akadályt és csinálják. Hála Istennek, én arra kérlek, hogy egy üzenetet hagyj itt nekünk, hogy mit tudnál te javasolni, akár lehet egy idézet, vagy egy személyes dolog, amit a te életedben sokat segített? Hát egy olyan családból származom, ahonnan sajnos a pénz az nem volt jellemző, hogy van. Viszont egy olyan gondolattal engedett el minket nagypapám, tehát mind a két nagypapám ezt támogatta, hogy a tanulás. És ez úgy érzem, hogy nagyon fontos ahhoz, hogy ha én nem akarok változni, akkor semmi sem fog változni körülöttem. Én azt gondolom, hogy nekünk kell elsősorban megtennünk az első lépéseket, és lehet, hogy nem fognak minket piros szőnyeggel, kék szőnyeggel várni, sőt, megtesznek mindent egyes emberek, akik, hát hogy ne sikerüljön, de vannak olyan emberek, akik tudom azt, hogy nagyon sokat tesznek értünk, és nem előítéletesek, sőt, én nagyon sokat köszönhetek főiskolán Hiliás Zsuzsannának, aki a konzulensem is volt, személyes jó barátja volt Bogdán Jánosnak is, és ő tetetett velem egy ígéretet, hogyha majd egyszer tehetem, a Gandhi Gimnáziumban is dolgozok, és ezt az ígéretemet beváltottam. Úgyhogy én azt mondom, hogy a tanulás az, ami segíthet arra az, hogy nekünk a cigányoknak a megítélésén, illetve a családjainknak a boldogulásán tudjunk javítani.
így legyen, és hát betartottad az ígéretedet mindannyiunk nagy örömére és megelégedésére. És nagyon szépen köszönöm, hogy Baranya megyéből ezt a hosszú utat megtetted, eljöttél és elfogadtad a meghívásunkat. Önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmet, kérem tartsanak velem legközelebb is a példaképekben, itt a Tolnatáj Televízión.